célegyenesben az SZIA bevallás, csütörtökig rendelkezhetünk az 1+1%-ról is. Megtarthatóak a ballagások, a búcsúztató ünnepségén maszkot kötelező hordani, védettség igazolvány azonban nem szükséges. Nőtt a kereslet a diákmunkára, jelenleg nem létezik költséghatékonyabb alkalmazási forma. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma meghaladja a 4.714.000 főt, közülük közel 2.750.000-re már a második oltást is megkapták, 382 az új fertőzöttek száma, és elhunyt 64 többségében idős krónikus beteg. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Ma is folytatódott a regisztrált és időpontot foglal 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon. Szerda estig meghosszabbították az oltási időpont foglalás eredetileg kedden lejáró határidejét azért, hogy minél többen megkaphassák a védőoltást. A parlament keddi ülésén döntés született arról, hogy szeptember végéig érvényben maradnak a veszélyhelyzeti kormányrendeletek. Néhány nap maradt, csütörtökig lehet benyújtani a személyi jövedelemadó bevallásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. Ugyaneddig lehet dönteni arról is, hogy az adó 1+1%-át felajánljuk-e, és ha igen, kinek. Ha tanácstalanok vagyunk, a hivatal weboldalán nyújthat segítséget, mely szervezetek részére tehetjük ezt meg. Hosszú sor áll a NAV Nyíregyházi Szabadságtéri épülete előtt. A látványhoz már hozzászokhattunk az elmúlt napokban. Ahogy közeledünk egy-egy fontosabb adózási határidőhöz, úgy nő meg rendre az ügyfelek száma is. Május 20-a már pedig egy ilyen dátum, csütörtök éjfélig nyújthatunk be az SZIA bevallások. Eddig az időpontig lehet áttekinteni, módosítani, illetve javítani, kiegészíteni a bevallási tervezeteket, amelyeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal már megküldött az adózók részére, vagy postai úton, vagy pedig elektronikusan. Mindenképpen érdemes áttekinteni a tervezeteket, még akkor is, hogyha ezek automatikusan május 20-ával átfordulnak bevallássá, kivéve az őstermelőket, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeket, illetve az egyéni vállalkozókat. Nekik mindenképpen vagy kiegészíteni, vagy pedig ha nem kívánják kiegészíteni, akkor el kell fogadni ezt a bevallási tervezetet. Az érintettek a tervezet adatainak felhasználásával készíthetik el legkönnyebben bevallásukat a 20 SZIA jelű nyomtatványon. Az SZIA 1+1%-ának felajánlásáról is május 20-áig rendelkezhetünk a civil szervezetek és egyházak részére. Mint a megyei sajtóreferens hozzátette, az adóodaítélése előtt érdemes tájékozódni a hivatal honlapján azokról a civil szervezetekről, amelyek jogosultak felajánlások fogadására. Évek óta egyébként az állatmenhelyek és a kórházak kapják a legtöbb pénzt ilyen forrásból. A támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, na felajánlók évről évre milliárdok sorsáról dönthetnek. Betetszik lépni a gépbe, megtetszik állni. Készfertőtlenítéssel zárul a szigorú beléptetés. Az óvintézkedésekre a járványhelyzet miatt van szükség. Noha az adóhivatal azt kéri, aki tudja, intézze elektronikusan ügyeit, sokan mégis a személyes módot választják. Így tartom biztonságosabbnak, vagyis meggyőződnek, hogy eljut oda a papír, ahova szeretném. Nekem az elektronikus móddal néha így meggyűlik a bajom, tehát azért ott is fellépnek olyan komplikációk, vagy olyan, tehát hogy nincs elég ismerete az embernek arról, hogy tuti jól megoldja, és szívesebben behoztam. Akik papíron adják be bevallásukat, akár személyesen az ügyfélszolgálaton, akár postán, azoknak alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen. Akikben pedig kérdések merülnek fel a tervezettel kapcsolatban, május 20-án este 8 óráig a 1819-es telefonszámon tehetik fel azokat a NAV munkatársainak. Megtarthatják a ballagást az általános iskolák május 25-ét követően. Az erről szóló kormányrendelet szerint a hozzátartozók számára nem kötelező a koronavírus elleni védettségi igazolvány, maszkot viszont mindenkinek viselnie kell. Döntöttek az érettségi pótvizsgákról is, a végzős középiskolás diákoknak jövő hét péntekig kell jelezniük iskolájuknál részvételi szándékukat. Egy hónapja térhettek vissza az iskola padokba az alsó tagozatos általános iskolások. Több mint egy hete pedig a felső tagozatosok és a középiskolások számára is megszűnt a távoktatás. Sokáig bizonytalanság övezte ugyanakkor a nyolcadikosok ballagását.
Tavaly a járványhelyzet miatt már nem tarthatták meg az intézmények a búcsúztató ünnepséget. Idén azonban a kormány úgy döntött, lehetőséget biztosít ezek megtartására. Az intézmények maguk dönthetik el, élnek-e a lehetőséggel, ráadásul saját hatáskörben egyéni szabályokat is alkothatnak. A friss kormányrendelet arról szól, kültéren kötelező maszkviseléssel, létszámkorlátozás nélkül rendezhetnek az intézmények ballagást, a hozzátartozók számára pedig nem kötelező a védettség igazolása. A nyíregyházi Bemi József általános iskola tanárai már a nyitás óta bíztak a döntésben, a részletszabályokat pedig a következő napokban dolgozzák ki. Nyilvánvalóan ez egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő a gyerekek életében, amikor elballagnak egy általános iskolából, és a szülőkkel együtt nagy várakozással tekintettek erre, hogy meg lehet-e tartani. Többször megkérdezték már, hogy lesz-e ballagásunk, és én mindig csak azt tudtam mondani a szülőknek is, a gyerekeknek is, hogy ebben a vírus helyzetben, aktuális helyzetnek megfelelően és a jogszabályi környezetnek megfelelően mindenképpen arra fogunk törekedni, amennyiben lehetőség van rá, akkor a szabályok és a biztonsági intézkedések szigorú betartásával mindenképpen szeretnénk ezt megszervezni. Erre most lehetőséget is adott nekünk ez a kormányrendelet. A mi iskolánkban június 19-én szombaton 10 órától lesz a ballagás, amelyet az akkori és nyilván a jelen megjelent kormányrendeletnek megfelelően és az akkori intézkedéseknek megfelelően fogunk minden biztonsági szabály betartásával megtartani. A Máté-Szalkai Kálvin János Református Általános Iskolában is folyamatosan nyomon követték a járványügyi adatokat. Így már a rendelet hatályba lépése előtt elkezdődött a készülődés. Az intézmény vezetője azt mondta, a több hónapnyi távol lét rengeteg közösségi élménytől fosztotta meg a gyerekeket, így pozitívan fogadták, hogy a két osztály 52 tanulója ünnepélyes keretek között búcsúzhat az általános iskolától. Délelőtt beszélgettünk a kollégákkal, a 8. osztályfőnökökkel, úgy döntöttünk, hogy jelenléttel megtartjuk iskola belső udvarán a ballagásunkat. Természetesen várjuk a szülőket, nagyszülőket. Nem szeretnénk létszámkorlátot bevezetni. Hadd örüljenek a szülők végre, hogy láthatják a gyermekeiket, a gyermekeiknek a fejlődését. Természetesen a koronavírus járvány elleni védekezésnek a módjait be fogjuk tartatni mindenkivel, hiszen úgy határoz a rendelet, hogy a ballagóknak és a ballagáson résztvevő fellépőknek nem kell csak viselni a maszkot, de a többi jelenlévőknek viselni kell, ezt be fogjuk tartatni természetesen, a bejáratánál feltétlenül pontokat fogunk kialakítani. Az új rendelet a középiskolákat is érinti, döntöttek ugyanis az érettségizők pótvizsgáiról is. Ennek alapján az idén végző utolsó éves középiskolai tanulóknak szóbeli pótlóvizsgát kell szervezni, ha a diák az írásbeliről vagy a gyakorlati vizsgáról elkésett, vagy fel nem róható ok miatt maradt távol. A szóbeli pótvizsga ugyanakkor nem automatikus, a diákoknak az adott iskola igazgatójánál kell a kérelmet benyújtani, erre jövő hét péntekig van idejük. Nagy a kereslet a munkaerőpiacon diákmunkára. A munkáltatói oldalon kedvező feltétel, hogy nincs foglalkoztatási kötelezettség, és jelenleg nem létezik költséghatékonyabb alkalmazási forma. A diákok munkavégzése már a szabályozott és átlátható rendszeren keresztül valósul meg, amelyben a fiatalok jogi védelem alatt állnak. Lányok és fiúk jelentkeznek diákmunkára. Ahogy a tavaly évben, most is elmaradnak a szóbeli érettségi vizsgák, így a frissen végzett diákoknak egy hónappal hamarabb indul a nyári szünet, és aki dolgozni akar, annak a nyári munkavállalás is. Bár a koronavírus világjárvány teljesen átalakította a munkaerőpiacot, a fiatalok munkájára nem csak igény, hanem szükség is van különböző területeken. A munkáltatóknak több szempontból is megéri diákokat foglalkoztatni. Foglalkoztatni diákot azért érdemes, mert nincs foglalkoztatási kötelezettség. Tehát volt rá példa, hogy egyik napról másnapra lezárták az országot. Ilyenkor egyszerűen csak nem kérik a diák munkaerőt továbbiakban. Így nincsen kötelezettségük, nem kell fizetni érte, és gazdaságosabb, illetve költséghatékonyabb ez a munkaerő foglalkoztatás jelen pillanatban. A logisztikai és gyártási szektor azonnali foglalkoztatást tud biztosítani azoknak a fiataloknak, akik dolgozni szeretnének. A diákok alkalmazása rugalmasságot és pontosan kalkulálható költségeket jelent a cégek és a diákok számára egyaránt. 2021. január végén a munkaadói oldal és a munkavállalói szervezetek abban állapodtak meg,
hogy 4%-kal megemelik a kötelező legkisebb kereseteket, így a minimálbér bruttó 167.400 forintra, azaz nettó 111.321 forintra emelkedett, a garantált bérminimum pedig 219.000 forintra, azaz nettó 145.635 forintra nőtt. Szerintem nagyon jól tudnak keresni, tehát a 963 forint bruttó bért az kötelező mindenkinek megadni, ezen és tehát nálunk, ami most a legkisebb bér az 963 forint, a legmagasabb pedig 1500 forint óránként. Ebből jön egy 15% SZIA, amit levonunk, az összes többit azt a diák megkapja kézhez. Diákok és nyugdíjasok foglalkoztatása esetében egyéb adófizetési kötelezettség nem terheli sem a dolgozót, sem a munkaadót. Ha a cég nyugdíjas vagy diákszövetkezeti szolgáltatást vesz igénybe, adó és járulék fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Rugalmas foglalkoztatási forma lévén nincs betegség, szabadság, ünnepnap és felmondás miatti költség sem. A Melódiák Máté Szalka és Nyíregyházi irodavezetője Barát Zsolt elmondta, hogy a diákok foglalkoztatása folyamán fokozottan ügyelnek a fiatalok jogainak védelmére. Minden partnerre szerződést kötünk. Diákjaink mindenki az iskolaszövetkezet tagjaként dolgozhat, tehát addig nem is tud munkába állni, ameddig be nem lépett az iskolaszövetkezetbe. Tehát így tudjuk nekik a jogokat biztosítani a korrekt fizetéshez, hogy pontosan megkapják, ki fogják fizetni őket, illetve a diákot mi fizetjük, tehát mi állunk kapcsolatban a partnerrel. A partner nekünk fizet, a diákot pedig minden hónap 10-én mi utaljuk el a bért. Mindenkinek csak bankszámlára utalunk, pontosan azért, hogy nyomon követhető legyen az, hogy mennyit keresett, mennyi a bére, esetleg, hogyha valami nem egyezik, akkor tud nálunk idézővel reklamálni, és utána tudunk nézni, hogy pontos volt-e a kifizetés. Felmérések szerint egyre több középiskolás vállal munkát tanulmányai mellett. 16 év felett szülői engedéllyel bárki dolgozhat, aki rendelkezik diák vagy hallgatói jogviszonnyal. 18 éves kor alatt a diák foglalkoztatása esetében fontos, hogy a fiatal napi 8 óránál többet nem dolgozhat, a túlóra tiltott. Kötelező biztosítani számukra a napi 12 óra pihenőidőt és este 10 óra reggel 6 óra között nem dolgozhatnak. Pénztárért, leltárért nem felelhetnek. Több mint 1,2 tonna lejárt és nem nyomon követhető élelmiszerre bukkantak egy tuzséri kisboltban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei. Az érintett termékeket kivonták a forgalomból, az üzlet tulajdonosa több 100 000 forintos bírságra számíthat. Ládákban sorakoznak a különféle élelmiszerek ebben a tuzséri üzletben. Ezek már biztosan nem kerülnek a polcokra, komoly gondok vannak ugyanis felük. A kisboltot a napokban ellenőrizte a Nébih kiemelt ügyek igazgatósága, ekkor derült fény az élelmiszerbiztonsági szempontból kifogásolható termékekre. Közel 4 mázsa olyan termék volt, aminek a fogyaszthatósági ideje járt le, ez azért különösen veszélyes, hisz ezek a termékek gyorsan romló termékek, ezek között volt húskészítmény, különböző tejtermékek, pohárdesszertek, és sajnos volt olyan termék, aminek már 2-3 hete lejárt a fogyaszthatósági ideje. Emellett a kollégáim találtak közel 2 mázsa lejárt minőségmegőrzési idő terméket, és 7 mázsa olyan terméket, aminek a nyomonkövetése nem volt biztosított. Ez azt jelenti, hogy vagy az áruk eredetét nem tudták igazolni, vagy a termékeken lévő jelölés egyáltalán nem volt fellelhető, vagy pedig nem volt megfelelő a jelölés. Márkás tejfölök, joghurtok tömkelege, a problémás élelmiszerek egy része a vásárlótérben volt, másik részét pedig a raktárban tárolták, elkülönítés és a forgalmazás tiltó jelölés nélkül. Az összesen több mint 1,2 tonna hivatal mércéjével is nagy mennyiségnek számít. Az ilyen célzott transzdiákat egyébként előzetes adatgyűjtés előzi meg, ennek eredményeként 10-ből 9 esetben meg is találják a vélt jogsértést az adott helyen. A komplex ellenőrzések során számos dolgot megvizsgálnak a szakemberek. Részben figyeljük az ott dolgozók személyi higiéniát, hogy egészségkönyvükkel rendelkeznek, megnézzük a rágcsáló rovarírtást, illetve magának az előállító üzemnek vagy kereskedelmi egységnek az általános higiéniáját, tehát hogy a padozat, oldalfalak, berendezési tárgyak megfelelnek-e, a különböző technológiai folyamatok biztosítottak-e, a hűtőkben az előírt hőmérséklet biztosított-e, és ezek után pedig a termékeknek a fogyaszthatóságát vizsgálják a kollégáim, részben az, hogy nem jártak ele, illetve érzékszervi elváltozást nem mutatnak, vagy akár egy olyan helyen, ahol megengedett a fagyasztás, megnézik, hogy megfelelő jelölte, megfelelő időben fagyasztották le ezeket a termékeket.
Az elmúlt 10 évben közel 5000 ellenőrzés hajtott végre a szerv. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy a problémás vállalkozások 90-95%-a lebukást követően jogkövetővé válik. Remélhetőleg így lesz ez a tuzséri üzlettel is, ahol a kifogásolható élelmiszereket azonnal kivonták a forgalomból, a vállalkozónak pedig gondoskodnia kellett az érintett termékek elszállításáról és megsemmisítéséről. Mindezeken felül 100 000-es nagyságrendű bírságra is számíthat. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT tájékoztatja vendégeit, hogy május 21-én pénteken megnyitja kapuit a Júlia fürdő, a hotel fürdőház szállodai és wellness részlege, valamint a parkfürdő 50 méteres úszómedencéje. A hatályos rendeletek értelmében a fürdők valamennyi szolgáltatása elérhető, a védettségi igazolványa a rendelkező 18 év fölötti vendégek, valamint a felügyeletük alatt álló 18 év alatti vendégek számára. A 18 év alattiak számára nem kötelező a védettségi igazolvány megléte. Fontos, hogy a védettségi igazolvány mellett a személyi igazolványt vagy útlevelet is be kell mutatni belépés előtt a pénztáraknál. Az egyes fürdőkbe szóló a pandémiás helyzet alatt esetleg érvényüket vesztett belépő jegyek, fürdőbérletek, tiszteletjegyek érvényességi ideje 2021. december 31-éig automatikusan meghosszabbodik. Ezek felhasználása során a védettségi igazolvány meglétére vonatkozó rendelet szintén irányadó. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal tájékoztatta ügyfeleit, hogy karbantartási munkálatok miatt Nyíregyházán a Hősök tere 3 szám alatti kormányablak május 20-án csütörtökön nem fogad ügyfeleket. Az ügyintézés a megjelölt helyszínen és időponton kívül a megye valamennyi kormányablakában folyamatosan biztosított. A 7. helyen zárta a bajnokságot az MB2-ben a Nyíregyháza Spartakusz. A Spari 16 győzelem mellett 9 döntetlent játszott, és 13-szor szenvedett vereséget. A nyíregyháziak a következő szezonban albérletben szerepelnek, mivel hamarosan kezdődik a városi stadion bontása, majd az új stadion építése. Meglehetősen mozgalmas évet tudhat maga mögött a Spari és Huszár Géza, aki tavaly májusban Gálhidi György segítőjeként érkezett Nyíregyházára. A 2020-21-es idényt jól kezdte a csapat, majd következett egy hullámvölgy, aztán pedig a koronavírus járvány ért el 11 játékost, így az ősz végén az utolsó 5 meccsen mindössze 2 pontot szereztek a piroskékek. A téli szünetet a 11. helyen töltötték a nyíregyháziak, akik az 5.-6. helyet célozták meg tavasszal. A tavasz első 2 mérkőzése nem úgy sikeredett, ahogy szerettük volna, de utána viszont produkáltunk egy nagyon szép sorozatot, 9 mérkőzés, 6 győzelem, 3 döntetlen, és összesen 2 gólt kaptunk, ami úgy gondolom, hogy elismerésre méltó. És hát utána valami, hát nagyjából tudom, hogy mi történt. Sajnos a megszokott alapvédősorunk folyamatosan megbomlott, sérülés, kiállítás, stb. Ott jött egy 3 mérkőzéses helyzet, ahol mind a 3 meccset elvesztettük úgy, hogy én úgy gondolom egyik meccsen se érdemeltünk vereséget. Azt hiszem a Siófoktól kikaptunk itthon 2-1-re, utolsó pillanatokban ott is 8 perc volt hátra. Akkor kikaptunk Szolnokon úgy, hogy az első percben olyan gólt kaptunk, hogy az ellenfél játékosát kellett volna kiállítani, lekönyökölte a papucseket, elvesztettük a papucseket 2 hétre, aztán a Jánvári kiállítása, aztán jött a Gyirmót mérkőzés, itthon hazai pályán 30. perctől 10 emberrel játszottunk, tehát voltak nehézségeink. 3 fordulóval a bajnokság vége előtt Gálhidi György távozott, és Huszár Géza lett a szakmai munka első számú felelőse. Vele a kispadon Szegeden vereséget szenvedett a Spari, majd 2 győztes mérkőzés következett. A végére egy kicsit szebb lett a lányzó fekvése, ahogy szokták mondani, mert játszottunk egy nagyon-nagyon jó mérkőzést a Vasas ellen. Ugye megvertük 2-0-ra jó játékkal, úgy gondolom, hogy talán egyik legjobb játéka volt a csapatnak az idényben, hát nem beszélve ugye, hogy az első helyezettet vertük meg, mint utólag kiderült, hogy elvettük az NB1-es jogukat. És az utolsó meccsen pedig a 5. helyezett Ajkát, aki egész évben nagyon jó teljesítmény nyújtott, megvertük ott egy nagyon masszív játékkal 1-0-ra. Tehát így globál, ha az egészet veszem, a védekezésünk, úgy gondolom, még így is mondom, hogy voltak problémáink a tavasszal, a 31 kapott gól az elfogadható. A rúgott góljaink száma az, ami kevés, tehát 40 gólt rúgtunk. Mi, ami a bajnokság kezdet előtt úgy számoltunk, hogy 55-60 gólt legalább össze kellene hozni,
támadóink összehoznak 30 gólt, 35 gólt, a középpályások egy 10-15 gólt, meg hát még általában azért a védők is szoktak egy-két gólt fejelni. Hát ez az, ami úgy gondolom, hogy javítani valót vár, aztán hogy, meg ki, meg mikor, meg kivel, ezekre ugye nem tudok most per pillanat választani. Az viszont biztos, hogy a Nyíregyháza a Vasas ellen játszotta utolsó meccsét a Városi Stadionban. Hamarosan elkezdődik a létesítmény bontása, majd az új stadion építése, így a következő szezonban albérletben szerepel a Spari. Végezetül nézzük legfontosabb híreinket ismét néhány mondatban. Néhány nap maradt, május 20-áig, vagyis csütörtökig lehet benyújtani a személyi jövedelemadó bevallásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Ugyaneddig lehet dönteni arról is, hogy az adó 1+1%-át felajánljuk-e, és ha igen, kinek. Ha tanástalanok vagyunk, a hivatal weboldalán tájékozódhatunk azokról a szervezetekről, amelyek jogosultak felajánlások fogadására. Megtarthatják az általános iskolák a nyolcadikosok ballagását május 25-ét követően, derült ki a kedden megjelent friss kormányrendeletből. Az ünnepségen mindenki számára kötelező lesz a maszkviselés, a hozzátartozók azonban védettségigazolvány nélkül is jelen lehetnek. Döntöttek az érettségi pótvizsgákról is, a végzős középiskolás diákoknak jövő hét péntekig kell jelezniük iskolájuknál részvételi szándékukat. Nagy a kereslet a munkaerőpiacon diákmunkára. A munkáltatói oldalon kedvező feltétel, hogy nincs foglalkoztatási kötelezettség, és jelenleg nem létezik költséghatékonyabb alkalmazási forma. A logisztikai és a gyártási szektor azonnali foglalkoztatást tud biztosítani azoknak a fiataloknak, akik dolgozni szeretnének. A diákok alkalmazása rugalmasságot és pontosan kalkulálható költségeket jelent a cégek és a diákok számára egyaránt. Május 18-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel holnap este várjuk legközelebb Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Éjjel az északkeleti tájakon megszűnik a csapadék és csökken a felhőzet, az északnyugati szél csak kevés helyen élénkülhet meg. Hajnalban 4 és 12 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán keleten eleinte még lehet akár több órás napsütés is, de napközben megnövekszik a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is lehetnek. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul, keleten lesz az enyhébb, délnyugaton a hűvösebb idő.